Közel 420 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a Széchenyi Terv Plusz felhívásán a Betonstar Kft. A Kecskeméti cég három területen tud majd végrehajtani beruházásokat. Elsősorban a jelenlegi gyártócsarnokot bővítik 1560 négyzetméterrel. Az új épület rész hűtéséről és fűtéséről a hat darab hűszivattyú fog gondoskodni. Továbbá a projekt részét képezi a meglévő híd pályájának meghosszabbítása is. Ezzel a két csarnokot összenyitva teljes egészében a híd tudja majd kiszolgálni a gyártást. A projekt során beszereznek majd egy hidraulikus idomvas darabolót és lyukasztógépet, amelynek köszönhetően a cégnek nem kell már kézi munkával elvégezni a betonvasak és betonacélok darabolását. A gép ezt sokkal pontosabban és hatékonyabban képes lesz elvégezni. Mindezeken túl a Betonstar Kft. a telephelyen belüli anyagmozgatások elvégzése miatt egy kollégáját Targonca vezetői képzésben részesíti. Ezzel is több emberük lesz alkalmas a nagyobb súlyú anyagok és készáruk mozgatására. Gály József a céggel kapcsolatban azt mondta, a közel 150 embernek munkát adó építőipari vállalat fejlődése fontos a térségnek, ugyanis az előre gyártott betonelemei rendkívül magas minőségű termékek, amik gyorsítják a nagy ipari csarnokok építését.